Sziasztok! Eljöttem megnézni, hogy befagyott a Velencei tó. Bár nem azért, mert rá akarok menni, csak szeretnék nektek mesélni valamit róla. Megfigyeltétek már, hogy általában valamilyen hangulatba töltjük a napjainkat? Van egyfajta állapot, amiben mozgolódunk, amiben vagyunk. És ez nekem egy kicsit olyan, mint a jég. És azért hoztam ezt a szimbólumot, mert nagyon sokszor befagyasztjuk az érzelmeinket, és nagyon sokszor megfagyasztjuk azt, akik vagyunk. Vannak bennünk érzések, amiket egyrésztről elfojtunk, másik érzéseket pedig jegelünk, tehát tulajdonképpen fenntartjuk az állandó jeget. Nagyon sokszor csináljuk azt az érzelmeinkkel tudattalanul, hogy jegeljük őket, és egyszerűen nem tudunk érezni olyan dolgokat, amiket egyébként érezhetnénk. És ebben nagyon sok éves tapasztalatunk van, nagyon sok éves gyakorlásunk van abban, hogy egy bizonyos állapotban, bizonyos hangulatban érezzük magunkat. Tulajdonképpen konstans ugyanazok az érzelmek jelenjenek meg az életünkben, és ugyanazokra a szituációkra ugyanúgy reagáljunk, lefagyasztva, egy jégréteget képezve azok elől az érzések elől, amiket esetleg nem merünk megélni, hogy fogalmunk sincs, hogy ott vannak, vagy el se tudjuk képzelni, hogy milyenek lehetnek. És ennek a negatívuma az igazából, hogy az érzéseinknek a nagy része, amit az emberek az érzéseiket megélnek, azoknak a nagy része az negatív érzés. Tehát valamilyen frusztráció, valamilyen feszültség, valamilyen nyomasztó érzés. És ezeket ugye konstans éljük, és egyre vastagabb lesz ez a jég, amit képezünk a valódi érzések felett, mert hogy meg akarjuk védeni magunkat valamitől, ami igazából nem is létezik. Minél vastagabb ez a jég, annál tovább tart eljutnunk a valódi önmagunkhoz, aki az alatt a jég alatt lakik, és nem csak mások elől rejtjük el az érzéseinket és saját magunkat, de saját magunk elől is. És képzeljétek csak el, hogy mikor van egy egyszerű szituáció, amikor rád szól a főnök, vagy van valami határidő, amit meg kéne csinálni, és te elkezdesz befeszülni ezen, és az a minta létrejön benned, és nem akkor jött létre, hanem lehet, hogy egy dolgozatírásnál, vagy lehet, hogy az édesapád, az édesanyád rád szólt, de az a lényeg, hogy létrejön benned egy program, és utána tulajdonképpen automatizálod magadat arra a programra, és vannak ennek a programnak ilyen exit stratégiái, hogy utána mit csinálsz, és akkor vagy haragos leszel, vagy dühös leszel, tehát egy feszültségfeloldás kapcsán, hogyha egy ilyen szituációban vagy, vagy egyszerűen csak még jobban elfojtod, és hát igazából ezzel a mai videóval arra szerettem volna, vagy arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy lehet, hogy jég, és lehet, hogy jéggel borítasz be mindent, lehet, hogy jéggel feded el az érzéseidet, azt, hogy ki vagy valójában, és hogy milyen érzéseket élsz meg, de hogy lemaradsz egy csomó mindenről, ami viszont alatta van, ami a vízben van, az a tisztaság, az az erő, az az energia, ami igazából valójában te vagy. És igazából tényleg nem szól másról ez a videó, csak egy kicsit szerettem volna felhívni a figyelmedet, hogy valószínű, hogy az érzések, amiket élsz, konstans éled őket, állandóan a jelen vannak az életedben, bizonyos szituációkban újra és újra ismétlődnek, és hogy van egyfajta hangulat is, ami viszi az utadat, viszi a mindennapjaidat, és ezáltal a hangulat által ugye generálsz gondolatokat, és a gondolatok meg aztán a hangulatot újra generálják, tehát ez egy ilyen ördögi körforgás, és a végén ott vagy egy ilyen 22-es csapdájában, és aztán nem érted, hogy az életed esetleg miért fut zátonyra, vagy miért nem tudsz bizonyos dolgokat elérni az életedben, miért nem tudsz megvalósítani olyan álmokat, amiket már nagyon régóta szeretnél, miért nem jelenik meg az a társ, vagy az a munka, vagy az a biznisz, vagy az utazás, vagy bármi, ami neked fontos, vagy ami a te álmaidban szerepel. De nem jelenik meg az a munka, az a lehetőség az életedben. Egyszerűen a rezgéseiddel, az energiaiddal, ahogyan érzel és ahogyan gondolkozol, azzal teremted azt a valóságot, amiben vagy. És igazából mivel mindig újra és újra triggereled, újra és újra aktiválod azokat az érzelmeket, amik aztán újra aktiválják a gondolatokat, vagy fordítva a gondolatok indulnak el először, és utána jönnek az érzelmek, ez egy ilyen gyorsító sáv, és erre vagy beprogramozva, erre vagy nem csak te, hanem mindenki más is, én is. Erre vagyunk behuzalozva, és ebből igazából ki kéne lépnünk, ezt igazából meg kéne törni egy kicsit, vagy meg kéne változtatni, hogy ne így legyen. És ennek az első és legfontosabb lépése az, hogy odafigyelj magadra, hogy ami történik benned, meg ami zajlik benned, az micsoda, és miért úgy van. És hogyha ezt elkezded felismerni, vagy legalább megkérdőjelezni, hogy mi van, miért így csinálom, vagy mi volt most ez az érzés, miért szaladt így keresztül, akkor ez a jég, amit itt is látsz, ez elkezd majd feltöredezni. Megkérdőjelezed a hitrendszert, és elkezd összetörni, elkezded feltörni ezt a jeget,
És aztán elkezdenek a felszínre jönni érzések, amiket előtte esetleg nem is éreztél, vagy már nagyon régen éreztél. És aztán lesz egy ilyen érzelmi kavalkád, ami egy kicsit káoszos lesz, de tudd azt, hogy amikor káoszos belül, az nem mindig rossz. Mert amikor káosz van belül, az azt jelenti, hogy valamit nem úgy csinálsz, ahogy kéne, és a szervezeted gőzerővel elkezd reagálni, meg reklamálni, meg menekülni, hogy mindenképpen abból a szituációból kijusson. És mindenképpen visszajusson abba az állapotba, amiben voltál. Ebben az esetben mindent el fog követni a szervezeted, mindent el fog követni a tested, meg az elméd, hogy kiszakadj abból a rendszerből, amit elindultál. Ne, ez hülyeség, miért akarsz te ilyeneket csinálni? Ne csinálj ilyeneket, nem szabad ilyeneket csinálni. Millió gondolat, millió kifogás fog jönni, ahogy elkezded feltörni a jeget. Pont ez a kulcs, hogy tudod, hogy jó úton jársz. Tehát tudod, hogy a káosz belül, hogyha káosz jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy megbolygattad a rendszereidet, sikerült valamit átvinned, áttörnöd, és aztán újra minden gyorsan neki akar állni befagyasztódni, de hogy te nem engeded ezt befagyasztódni, és jönnek fel az érzelmek, és ebben a pillanatban stabil tudsz maradni, hogyha van egy kapaszkodópontod, van egy hited, egy bázisod, hogy ez érted történik, és okkal történik, akkor minél tovább csinálod ezt, és új szokásként építed fel, annál biztosabb és stabilabb, megrepett a jég, annál biztosabb és stabilabb pontja lesz az új életednek. Szóval a mai videóval, a mai Instant Podcastben arra bátorítanálak, hogy figyelj oda magadra, figyeld meg, ha megjelenik valami, és kezd el megtörni a mintákat a cselekvéssel, hogy máshogy reagálj, mint ahogy szoktál reagálni. Egyszerű dolgokra is lehet máshogy reagálni. És aztán figyeld meg, hogy hogyan bojdul fel az életed, hogyan kezdi szétszedni ez a meglévő rendszeredet, ami aztán utána majd olyan csodálatos dolgokra fog vinni, amikről aztán álmodni sem álmodtál, mert kilépsz ebből a befagyasztott állapotból, kilépsz a fagyasztott érzelmekből, és felszíre tud jönni az a tisztaság, ami benned van, ami bennünk él. Számtalanszor megtapasztaltam, meg végigmentem sok ilyen folyamaton, és azért merem mondani, mert fantasztikus ott lenni, és benne lenni, és megélni olyan dolgokat, amiket előtte sose gondoltál volna, hogy képes vagy megélni. Úgyhogy, és itt belül, tehát, hogy olyan érzelmeket, meg olyan nem tudom nektek így visszaadni, ki kell próbálni, törjétek fel a jeget, figyeljetek oda magatokra, ismerjétek fel a mintákat, a működéseket, cselekedjetek másképp, és hogyha másképp cselekszetek, más eredményre fogtok jutni, más érzelmek, más gondolatok indulnak el, és elindul egy újfajta teremtés, elkezdesz valami olyat teremteni, amit előtte sose teremtettél, és ez a legfontosabb, mert akkor elkezdesz valaki mássá válni, mint aki az, aki nem éri el az álmait, és aki nem tudja megvalósítani a céljait, vagy aki megragadt egy ponton, és elkezdesz valaki teljesen mássá válni, és ezek a csodák csak így áramolni fognak feléd, úgyhogy hajrá, legyen szép hetetek! Kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszik, amikről beszélgetek, meg amiket mondok. Vannak podcastjaink is, amik nem feltétlenül jelennek meg YouTube videóként, pont a múlt héten is volt egy podcastünk, ami nem jelent meg videóban, meg tudjátok nézni, ott Sére Attilával beszélgettem, aki egy master coach, és nagyon izgalmas, nagyon értékes gondolatai voltak. Jó szívvel ajánlom, mond praktikákat, technikákat, gondolatokat ő is arról, hogy hogyan tudsz minél inkább felszabadultabb lenni a saját korlátaid alól. Sziasztok!